Napirend utáni felszállása jelentkezett Dúró Dóra képviselőasszony, független képviselő, határozottabb fellépés sürget a nemzetpolitikában a Mi Hazánk címmel. Megadom a szót, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A román nagykövetség előtti tüntetéssel is fejezte ki a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom azt az elvárását, miszerint 100 évvel, közel 100 évvel a trianoni békediktátum hatályba lépését követően határozottabb fellépésre van szükség a nemzetpolitikában. Ezen akció keretében a 64 vármegye vezetőinek, Barcsa Turner Gábornak személyesen is sikerült bejutni a külügyminisztérium épületébe is, ahol sikerült a petíciónkat átadni a minisztérium munkatársainak. Ezért köszönet illeti őket, és reméljük, hogy ezen petícióban foglaltak végrehajtásában is serénykedni fognak a minisztérium munkatársai, illetve maga Szijjártó Péter miniszter úr is. Az Ózvölgyi eset tanulsága is rávilágít arra, hogy erre a határozottabb nemzeti szempontokat figyelembe vevő fellépésre szükség van, és ezért is kértük arra a minisztériumot, hogy a petícióban foglaltakra különös figyelmet fordítson. Ugyanakkor csalódásunkat kell kifejeznünk azért, mert addig már nem terjedt a Fidesznek a hazafisága, hogy például azt a költségvetési módosító javaslatot támogassák, amelyet a 2020. évi központi költségvetéshez nyújtottam be, miszerint egy katolikus kápolnát kellene építenünk az Ózvölgyi temetőhöz azért, hogy véget vessünk, illetve meggátoljuk azt a román térhódítást, ami egy ortodox templom felépítésében fog testet ölteni, hiszen ezt kezdeményezte ott egy román parlamenti képviselő és több ortodox főpap is. Egyértelművé kell tennünk a románok számára is, hogy az ózvölgyi temető a magyar nemzeti örökség része, ott döntő többségében magyar katonák nyugszanak, és bármit tesznek, bármit építenek oda, ez így is marad, ez a temető soha nem lesz a románoké, ez egy emlékhely, amely a magyarokat illeti. A petícióban 12 pontban foglalta össze 64 vármegye ifjúsági mozgalom azokat a legégetőbb, legsürgősebb, legfontosabb nemzetpolitikai követeléseket, amelyeknek a megvalósítása most már nem tűr halasztást, és ezt az országgyűlésben is szeretném ismertetni. Egyrészt Beke István és Szőrz Zoltán, szintén akik a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tagjai, kegyelembe való részesítését kellene kérnie a külügyminisztériumnak a román államfőnél. Másrésztről pedig az ózvölgyi magyar katonatemető eredeti állapot szerinti helyreállításához ragaszkodnia kell a magyar külügynek, illetve a magyar államnak ahhoz, hogy békésen tudjuk rendezni ezt a kérdést is. A budapesti román nagykövetnek az az elképesztő pökhendi magatartása, amely botrányos és elfogadhatatlan távolmaradásában öltött testet, egyértelműen magával kellene, hogy hozza azt, hogy kitiltjuk Magyarországról, és ezzel is egyértelműen és határozottan megüzenjük a románoknak, hogy ez a magatartás semmiféle jóra nem vezet. A 64 vármegye azt is követeli, hogy nemzetközi szinten vizsgáltassa ki Magyarország, Románia állami szintű részvételét és érintettségét az ózvölgyi katonatemetőben történtek esetében, hiszen nagyon súlyos lehetőségek merülnek fel ezzel kapcsolatban is. Nem csak a budapesti román nagykövet kitiltására kellene sort keríteni, hanem annak a magyar ellenes Dan Tanasa nevű soviniszta bloggernek is, aki folyamatosan azzal véteti észre magát a közéletben, hogy a magyar szimbólumokat és feliratokat igyekszik ezeknek a jogszerű használatát sértő módon eltávolítani. A 64 vármegye követelései között szerepel az is, hogy a Romániával kötött kétoldalú hadiséregyezményt Magyarország mondja fel, és több módon is hívja fel a nemzetközi közvélemény figyelmét is arra, hogy Románia magyar ellenes és soviniszta politikát folytat a magyarok kárára. Arra is kérik a magyar kormányt, hogy a szomszédos államok területéről kitiltott magyar állampolgárok listáját hozzák nyilvánosságra, szavatolják a magyar nyelvű oktatást minden trianoni utódállamban, illetve bírja rá Szlovákiát a magyar kormány arra, hogy szüntesse meg azt a törvényt, amely megvonja a szlovák állampolgárságot mindazoktól, akik más állampolgárságot is felvesznek.
illetve a Benes dekrétumok nemzetközi jogba ütköző örökségét is fel kellene számolni a Szlovákiának, valamint hatékonyan fel kell lépni a kárpátaljai magyar állampolgárok kényszersorozása ellen, például úgy, hogy nem támogatják Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Végül, de nem utolsó sorban, a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából különösen aktuális a nemzeti közösségek területi autonómiájának a kiharcolása. Erre kérjük a külügyminisztériumot, hogy határozottan lépjen fel a nemzetpolitikai törekvések terén is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő asszony.